Sziasztok, itt Templier és a Szövetség Hetek rendezvénysorozat előző videó tagjának keretében azt ígértem, hogy a toborzással fogjuk folytatni. Tartani fogom ehhez magamat, viszont lehet, hogy rossz helyre került egy kicsit ez a videó, mert sokszor fogom azt mondani, hogy de ez majd egy később videó témája lesz. Nézzétek el, nekem van rengeteg terv, és nem akarok áthajlani itt a témák között nagyon, mert akkor követhetetlen lenne. Szóval a mai videóban a toborzásról lesz szó. Hogy hogyan érdemes azt csinálni, milyen módok vannak rá is, mik azok, amiket érdemes, és mik azok, amiket szerintem legalábbis nem érdemes alkalmazni. Az első és legfontosabb történet, amit itt meg kell jegyeznünk, hogy nem feltétlenül lesz attól jobb a szövetség, hogy többen vannak. Tehát itt most ez egész videó csak azokhoz szól, akiknek a szövetsége attól érzi jobbnak magát, hogy több embert szerezzen. Nyilván valahol tehát a szelektálhatóság jegyében a minőséget is javítja, hogyha az emberek mennyisége nagyobb, mert hát több emberből több jó embert lehet kiválasztani. Nem feltétlenül így van ez az arány, de több emberből nagyobb a valószínűsége, hogy több jó embert lehet kiválasztani. Utána ez még nagyon sok mindentől függ, abból majd a szövetség építős videómban lesz szó, hogyha lesz egyáltalán ilyen. Úgyhogy az az alapvetésünk, hogy több tagot szeretnénk, és akkor ezzel le is zárjuk ezt a kérdést. Ahhoz, hogy több tagunk legyen, nyilván meg kell hívni embereket, vagy a szövetségbe, vagy a játékba, utóbbiról majd később esik szó, de honnan érdemes meghívni embereket? Más szövetségből? Vagy szövetségen kívüli embereket? Szövetségen kívüli emberekről hogy döntöm el, hogy érdemesek a felvételre, vagy egyáltalán nem kidobott idő az, amíg elküldöm neki a szövetségi meghívót. Na hát erre az első és tulajdonképpen legfontosabb, leghasznosabb megoldás az a fosztáslista, amiről lásd csodát egy később videóban lesz szó, hogy miért fontos a fosztáslistán lévő embereket meghívni. De ugye a fosztáslista az arra jó, és erről talán már beszéltem is egy videómban, most így visszagondolok, mindegy. Szóval a fosztáslista az arra jó, hogy egyértelműen megmutatja, hogy ki az, aki az adott héten játszott, és ki az, aki nem biztos. Wow. Szóval egyértelműen megmutatja, hogy nem biztos. Szóval egyértelműen megmutatja azt, hogy ha valaki játszott azon a héten, mert ha van fosztása, akkor az csak úgy tud lenni, hogyha aktívan támadott egyet. Tehát ha rákattintok itt a ranglistára, és megvárom, még betölt másfél óra, megnézem itt a heti rangsort, akkor hát itt talán még nem látok szövetségen kívüli embereket, de mondjuk, ha lejjebb megyünk egy ezressel, vagy inkább még pár ezressel, ha itt már kezd, csak nincs ennyi embernek fosztása, ott is van az emberünk, akinek van fosztása, és nincs szövetsége. Tehát ő például tipikusan egy olyan ember, aki játszik, csak valamiért éppen nincs szövetségben. Tudjuk, hogy valószínűleg, ha küldünk neki egy üzenetet, arra válaszolni fog, vagy legalábbis megnézi, ha küldünk neki egy szövetség meghívót, az fontolóra veszi, úgyhogy ezzel már le tudjuk szűkíteni olyan emberekre, hogy igen, ez már nem veszett fejszenyele abban a pillanatban, hogy elküldöm neki a levelet. Tehát erre jó a fosztáslista, hogy megkülönböztetjük az aktív játékosokat az annyira nem aktívaktól. Természetesen fontos az is, hogy minél aktívabb játékosokat hívjunk meg a szövetségbe, hát nem hiába akarunk többen lenni, nyilván azért jobban érezzük magunkat, és hát aktív játékosok között mégiscsak jobban érzi magát az ember. Úgyhogy praktikus minél nagyobb fosztású embert keresni. Amit itt megjegyezném, hogy ez fordítva is igaz, tehát ha jó szövetségbe szeretnél csatlakozni, vagy sok meghívót szeretnél kapni, akkor praktikus kilépni az aktuális szövetségedből, főleg ha az egy kisebb, csinálni egy rohadt nagy fosztást, vagy ezt fordítva megcsinálni egy nagy fosztást, mondjuk hét elején, hétfőn nomád alatt vonatozol egy, nem tudom, 3-4 órát este, és akkor egész hétre van egy 30 milliós fosztásod, és akkor azzal tudod reklámozni magad a szövetségnek, és meg tudnak hívni, és látják, hogy érdemes, mert aktív vagy. Tehát tulajdonképpen így találtunk embert, akit érdemes meghívni, és akkor most jöjjön az, hogy milyen módszerekkel. Én, amikor felfuttatok egy szövetséget, vagy alapítok frissen egy szövetséget, vagy tényleg csak annyi a feladatom, hogy hát töltsem meg emberrel, akkor azt szoktam csinálni, hogy se szó, se beszéd, csak egy szövetségi meghívót küldök neki. Viszonylag sokan erre is válaszolnak, tehát nincs nagy különbség a között, hogy személyre szóló levelet küldök, meg a között, hogy egy szövetségi meghívót, tehát nyilván el tudja dönteni magának, hogy most akarok-e ez a szövetséghez csatlakozni, vagy nem, tehát tud olvasni, elolvas leírást, akkor eldönti. Ilyenkor amúgy, mielőtt ezt megcsinálja az ember,
praktikus olyan alapintézkedéseket megcsinálni a szövetségben, hogy még az inaktív tagokat kidobálja, romos tagokat kidobálja, problémás tagokat alapból nem jó bent tartani a szövetségben, mert az is elriaszthat embereket, tehát például Ryan 6, valószínűleg mindenki ismeri a szerverről, tehát mondjuk ha ő hozzá hasonló, vagy most volt az a Queen, vagy nem tudom kicsoda, 66, valami ilyesmi neve volt, az is egy ilyen közismert bajkeverő volt. Szóval ha ilyenek vannak a szövetségedben, az egy ilyen taglista végpörgetésnél elijeszthet embereket, úgyhogy arra érdemes odafigyelni, hogy az ilyen erőszakon végzett bajkeverésből diplomázott embereket igyekezünk távol tartani a szövetségtől. Inaktív embereket ugyanígy, tehát ha valaki elfogadja a meghívásodat, belép és azt látja, hogy a fele csapat kék, vagy fekete, vagy ki minek hívja azt a buborékot, tehát egy inaktív, az szintén egy elég visszatetsző dolog, tehát hiába hívtad meg, hiába fogadta el, ha utána elijed, akkor semmi értelme nem volt az egésznek. Fontos, hogy ebben a periódusban aktív legyél, mert az új belépőnek az is nagyon fontos, hogy egyből legyen valaki, akivel beszélhet, valaki, aki elmondja neki a szabályokat, valaki, aki megkérdezi tőle, hogy hogy vagy, hello, szia, írjál valamit a szövetségi üzenőfalra, vagy körlevélbe, bejelentkezésnek. Tehát ezt is fontos szem előtt tartani, hogy akkor érdemes egy ilyen toborzókörbe belekezdeni, hogyha alapból sokat vagy fenn a játékban, és mondjuk a nap nagy részét akár egyedül le tudod fedni, vagy az előző videók egyikéből a tudjátok, a tyúkanyó karakter, az bármikor tud vele beszélgetni. Tehát akkor érdemes ezeket elkezdeni, hogyha már alapból van egy koncepciód az, hogy mit akarsz csinálni ezzel a többi taggal. Fontos itt azért egy problémát kiemeljek, hogy az ilyen automata betoborzásoknál előfordulhat, hogy bajkeverők is kerülnek a szövetségbe. Emiatt is fontos folyamatosan aktívnak lenni és monitorozni leginkább az újakat, de inkább az talán még fontosabb, hogy a régiek kapcsolatát az újakkal, az is tud problémákhoz vezetni, szóval érdemes arra odafigyelni, hogy új belépők azok mindenféleképpen a szövetség értékrendjének megfelelően viselkedjenek, mert a frissen belépett emberek tudják a legnagyobb kárt okozni fajlagosan. Tehát még sokkal durvábbat, mint mondjuk aki ott van a szövetségben, és mondjuk árulóként, mit tudom én, küldözget dolgokat. Tehát egyszerűen sokkal, sokkal gyakrabban előfordul az, hogy külsős bajkeverők okoznak kríziseket. Mely krízisekről? Már szintén az egyik előző videóban beszéltünk. Úgyhogy van veszélye is ennek az automata toborzásnak, de nekem általában az a tapasztalatom, hogy működni szokott, legalább addig a szintig, hogy feltölti a szövetséget. Aztán, hogy milyen emberekkel ott nyilván a szelektáció, meg az emberek, és főleg a vezetőség hozzáállása dönti el, hogy mi lesz belőle. De nyilván az emberek megtartása, szövetség építés, mondom, az a következő videók egyikének témája lesz. Azért is teszi ki amúgy ez a módszer itt az elbeszélésemben a videó nagy részét, mert nekem ez működni szokott, és sokszor olyan kezdőjátékosok kerülnek be, akiket én a szövetségemmel együtt fel tudtam, vagy fel tudok építeni, és ezáltal sokkal hűségesebb és sokkal barátságosabb környezetet, meg tagokat lehet szerezni, kialakítani, felépíteni, kinevelni. Most mindenki helyettesítse be azt a szót, amit a lelkének szimpatikusabb. Tehát sokkal jobb szerintem alakuló embereket kapni és nevelgetni, mint kész emberekből valami közöset csinálni. Talán ez így legérthetőbb. De hát vannak egyéb igényei is nyilván szövetségeknek, egy top 1-es szövetség nem fog a 64 fosztásos 3-as szintűek közül toborozni. Nyilván az a top 1 szövetségnek nincs is nagyon szüksége toborzásra, a jelentkezésekből bőven el tudja látni magát. Na de mi van akkor, hogyha valaki nem elégszik meg az ilyen random tagokkal, hanem akár konkrét szinthez köti a belépést, hogy mit tudom én, ő 70-es szintűeket akar, vagy legendás 300-as szintűeket, 550-es csarnok meglegyeneket akar, akkor fordulhat több módszerhez is. Az első és legegyszerűbb módszer a toborzó levél. Sok szövetségben ugye azt csinálják, hogy akár a szövetségi Discord szerveren, egy privát csoportban, vagy akármilyen külsős megosztó felületen, de akár a szövetségi üzenőtáblán is közzé tesznek egy standard toborzó levelet. Csak mondom, az üzenőtáblán az azért nem jó, mert egyből belép az ember, meglátja, hogy jaj, hát ez volt a szövegetek, ezzel vettetek be, és mindenkit ezzel vesztek be, hú de gáz. Azért kicsit visszatetsző lehet, hogyha egy ilyen standard toborzó levél van, úgyhogy inkább azt javallom, hogy találjatok ki minden embernek újat, vagy legalább lehet egy sablon, de akkor abba be lehessen írni
a kedves játékostárs nevét, kedves játékostárs szintjét és az ahhoz tartozó esetleges pozitívumokat, amiket tud adni a szövetség. Tehát érdemes ezt a bizonyos toborzólevelet valamivel egyedibbé tenni. De ez azt hiszem egy toborzólevelet mindenki el tud képzelni. Úgyhogy ugorjunk is a következő technikára, amit már nem is tudom, talán vadászoztak csinál, de nem akarok hülyeséget mondani, meg úgy nincs semmi baj szerintem ezzel a taktikával. Másodvár belép a szövetségbe, és ír egy körüzenetet, hogy XY szövetség Z-típusú játékosokat keres, és várja a jelentkezéseket. Alapvetően ez egy elég agresszív, és szokták utálni a szövetség, hogyha ilyen történik, de mindenféleképpen egy működő módszer abból a szempontból, hogy sok emberhez fajlagosan rövid idő alatt el lehet jutni. Tehát belépsz 10 darab 30 fős szövetségbe, ezt a Ctrl-C, Ctrl-V üzenetet 10-szer bemásolod, és gyakorlatilag 300 embert megszólítottál. És ebből általában az ilyen meghívók, szövetségi meghívókra igaz, hogy nagyon kis százalék az, ami célba talál. Tehát ilyenkor nem kell meglepődni, hogy beléptem két szövetségbe, 2x30 ember, úgy írtam 60 embernek, és nem 60 jelzett vissza, hogy ó, igen, jönni szeretnék, de jó, hogy szóltál, éppen arra vágytam, hanem nyilván ennek van egy ilyen kis átfutási ideje is, meg ilyen-olyan százalékok lejönnek belőle, akik inkább nemet mondanak, vagy vissza se írnak, vagy mit tudom én. Úgyhogy ez mindenféleképpen azért készüljön fel, aki taglétszámot szeretne növelni egy szövetségben, hogy ez nem lesz könnyű meló, és néha úgy fogod érezni, hogy hát most itt másfél óráig nyomogattam a gombokat, és küldözgettem az üzeneteket, vagy akár megfogalmaztam a személyre szóló üzeneteket, de semmi értelme nem volt. Ez a semmi, ez relatív. Tehát küldöd, terjeszted az igét, belemászol az emberek fejébe, legalább valamit tudnak mondani rólad, hogy ja, igen, az volt az, aki azt mondta, hogy a szövetsége, mit tudom, hogy minden héten a top 30-ban van. És akkor egy ilyennel már el lehet indulni végül is. Nyilván az se jó, hogyha egy olyan mendemondára építi fel a szövetség magát, hogy ja, az a szövetség, amelyik mindig belépkedés mondja a fasságait. Nyilván úgy egy kicsit nehezebb azért elindulni, tehát erre is figyelnék, hogy ésszel csináljuk ezeket az extrém toborzási módszereket, de szerintem ez is egy teljesen használható módszer, és mondom, tehát sok emberhez el lehet érni viszonylag rövid idő alatt, ennek a módszernek ez az előnye szerintem. Aztán van egy kicsit, ez páran a hajukat fogják tépni talán, ezt én ilyen indukált meghívásnak neveztem el. Szolin, ami csinált ilyet a Chevalier szövi élén, váltott egy multivárra koronát, bár sokkal hatásosabb lett volna, hogyha valamelyik helyettesre teszi rá a koronát, és ő teljes mértékben kilép a szövetségből, és kilépett a szövetségből. És ezzel, hogy kilépett, ez egy ilyen feltűnést keltett, egy alap hangot generált, és írtak neki emberek, hogy jaj, mi történt, elkezdett velük beszélgetni, és akkor ha már beszélgettek, ja, amúgy csak kiléptem, mert megnézek valamit, vagy csináltunk egy oda-vissza támadást, mit tudom én, leadunk pár érdempontot, akármi. Hát figyelj, ha már itt vagyunk, és beszélgetünk. Nem gondoltad esetleg, hogy keresnél egy másik szövetséget, és akkor pont itt van az enyém. Szóval ez nem amiatt írsz, hanem várod, míg a másik kezdeményez egy beszélgetést, és a beszélgetésen belül esetleg elkezdesz arról beszélni, hogy hát, hogy nem csatlakoznál le. Nyilván ennek egy gyökerebb formája az, hogyha ha írsz egy teljesen más témával kapcsolatban, és utána áttereled arra, hogy figyelj, gyere már, meghívlak, tehát az egy kicsit nehezebb, tehát akkor azt a lépést szerintem érdemes megkerülni, az, hogy egyből akkor egy személyre szabott toborzó levél, tehát annak nincs értelme, hogy itt nagyon kerteljünk, de mondjuk egy ilyen, hogy kilépsz, és megnézed, hogy ki az, aki erre reagál, az már még feltételez egy olyat, hogy talán akkor ezeket az embereket érdekli, hogy itt ebben a szövetségben mi van, vagy hogy itt figyelik minden mozzanatomat, és reagálnak rá, és hogy ezek az emberek esetleg figyelni fognak rám akkor is, amikor szükségem lesz rájuk, és a szövetségesemként segítenek majd. Szóval ez egy fokkal nehezebb, viszont nem azt mondanám, hogy hatékonyabb, mert nem állítom, hogy ettől 65x65-re felhúzod a szövetség taglétszámát, de hogy mindenféleképpen más típusú embereket tudsz ezzel a módszerrel összeszedni, ha az a cél. Aztán megint egy más oldalról megközelítve, ez szerintem megkérdőjelezhet,
feltétlenül a legnehezebb, más embereket hívni a játékba. Tehát, hogy nyilván akkor téged ismer, akkor a te szövetségedben szeretne kezdeni, és úgy könnyű megmagyarázni, hogy te vagy neki a legjobb, hogyha nincs más tapasztalata. Viszont nagyon nehéz, főleg ez egy nagyon réteg játék, nagyon 2D-s, és nagyon stratégiai, és nagyon nem mindenkinek áll rá az agya egyből, úgyhogy ez a legnehezebb talán, hogy más játékosokat csábítani, de alapvetően növelheti a szövetség létszámát, hogyha egy barátot, havert, rokont, akárkit meggyőzöl, hogy próbálja ki, és akkor belép, és akkor lett egy plusz egy tag a szövetségedben. Szóval abszolút, abszolút működő stratégia lehet. És végül, de nem utolsó sorban, mindenki kedvence, és amúgy a következő videó témája, a fúzió. Ugyanis lehet úgy is tagokat szerezni egy szövetségbe, hogyha egy másik szövetséggel egyesülsz. De mondom, ez egy annyira külön téma, hogy erről külön videó lesz, mert mindenfelé szertágazik, bonyolult, és igen, hát külön videó témája most ennél kacifántosabban akarva se tudnám megfogalmazni, hogy mi ez az egész. Tehát nagyjából ezek azok a módszerek, amiket itt most itt a fejecskémben összegyűjtöttem. Ha esetleg van más módszeretek, hogy tagokat szerezzetek, amiket én itt most nem mondtam, vagy kihagytam esetleg valamit elmondott módszerekben, akkor azt nyugodtan írjátok le kommentbe, és ha nem szeretnétek lemaradni a következő, valószínűleg a fúzió témájú videómról, akkor pedig ne felejtsetek el feliratkozni, illetve dobni egy lájkot erre a videóra, hogy lássam, hogy tetszik nektek ez a formátum. Most pedig köszönöm szépen a figyelmet, jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!